Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön, hogyan rásoljunk a Coden 4-ben Crossfire című pályája. Aki most érkezik először ez a videóhoz, annak szólok, hogy már a célnél járunk, tehát egészen autózéig haladunk című történet van, és egy rás metódus mutatok be Code 4-ben, amit én elsajátítottam hosszú-hosszú órák alatt. Szólok előre, hogy ez tényleg egy pure rás, és természetesen ahogy a játék változik, úgy kaphatod te is a golyókat és a halálokat, de vágjunk is bele, nem akarom nagyon húzni az időszöket, jöjjön Crossfire. Crossfire egy érdekes pálya, aki Modern Warfare Remastered-en játszik, annak érdemes választani kétfajta fegyvert, vagy egy kurva erőset, vagy egy kurva precízet, vagy csipát, jó? Három fajta csipát. Ha csipás vagy, akkor arra van egy külön módszer, ha egy precíz fegyveres vagy, arra van egy külön módszer, hogyha egy erős fegyveres vagy, akkor arra van egy külön módszer. Mire gondolok precíz erős? Precíz M4 erős OK. Oké, okay, le van tárgyalva. Jöjjenek a spawnok. Crossfire spawnjai. Crossfire spawnjai a kezdésnél itt van, ugye ide szokott, oda szokott spawnoltatni, ide szokott spawnoltatni, a házba szokott spawnoltatni a játék, oda szokott spawnoltatni erre a területre, ide be ebbe a házba szokott spawnoltatni, oda szokott spawnoltatni, ide szokott spawnoltatni, ide szokott spawnoltatni, ide szokott spawnoltatni, ide. És nagyjából ki van merülve ez a terület, ahova ide szokott spawnoltatni a játék. Nagy ritkán szokott spawnoltatni amúgy ide is, valamiért nem tudom, nagyon beteges. A másik spawn oldal, az mindenhol itt van. Ezen a területen tegyük fel, hogy a kezdésnél egyértelmű ide spawnoltad, de hogyha már benne van a javában a játék, akkor oda szokott spawnoltatni, ide szokott spawnoltatni, ide hátra szokott spawnoltatni, ja, ide, igen, oda szembe szokott spawnoltatni, be a túlsó házba szokott spawnoltatni, viszonylag gyakran, és akkor az emberek fölmennek kempelni, és még van egy spawn hely, ahol szokott rakni, az pedig ez a spawn hely. Még ott szokott lenni. Nos, nagyjából ezek lettek volna a spawn helyek. Viszonylag gyorsan tud fordulni a spawn itten, azt kell, hogy mondjam. Mikor szokott megfordulni a spawn Crossfire-en? Akkor, amikor nagyjából itt jársz. Amikor nagyjából itt jársz, függetlenül attól, hogy ott még vannak-e enemik, mert szoktak lenni, és vannak, amikor már nagyjából itt jársz, a játék kezdi már átrakni a túloldalra az elemiket, de neked az a speckor nem kell törődnöd, nagyon fontos, hogy azokat, akik itt vannak, ezen a spawnon azokat ki kell szedni, mert ha nem szeded ki, megosztja a spawnt, és a csapatodat és magadat is egy ilyen keresztűzbe fogod rakni. Gyakorlatilag, mert ha nem szedett ki őket, akkor már látod, hogy ők jönnek, kénytelen leszel ide visszajönni, kiszedni azokat, akik itt vannak, és közben jönnek innen is. Úgyhogy érdemes, ha elindultál a Crossfire-on egy irányba, érdemes végigmenni rajta, és kiszedni a lehető legtöbb embert, akit ki lehet szedni. Nos, jön, hogyan szoktam végig rásolni című történet Crossfire-on. Jó. Ugye, ha innen indulunk kezdésnek, szoktam idejönni, elég gyorsan futok, nem nagyon törődök semmivel itt ki, és egy gránátot szoktam dobni, látjátok azt a kocsit oda, ez ilyen SD-s szokás, szeretik oda dobni a gránátot, avagy szeretik még oda azt a kocsit eltalálni. Ez TDM-en is egész jól beválhat, szóval ide jössz és dobsz egy gránátot oda vagy oda, attól függ, de inkább azt a kocsit érdemes megcélozni. Ez kezdésnél című történet, ez vice versa működik, kezdésnél érdemes jönni és azt a házat megcélozni, vagy azt a kocsit megcélozni. Akinek noobtube-ja van, egyenesen megcélozhatja ott azt a kocsit, vagy hát egyenesen belőhet oda. Című történet, de ne nuttulozzunk gyerekek, mert az egy gusztustalan szokás. Nos, és akkor miután ez a gránát megvan, helyből erre jövök, a csapat legnagyobb része azt az útvonalat fogja választani. Szóval, hogyha már eddig elértél, akkor eljöhetsz ide is egy kicsit, és akkor várhatsz, hogy ki az, aki jön erre. De nem annyira javaslom, mert hogy valahogy az az oldal ezzel szemben kicsit nagyobb előnyben van.
azt kell mondjam, kivéve, hogyha kisétálnak ahhoz az oszlophoz, akkor te vagy előnyben, de hogyha bentről lőnek, nagyobb előnyben vannak, és ha kifutnak, akkor egy ablakod van, hogy kilőd őket, hogyha itt vannak és egyenesen haladnak. Na mindegy, de általában, tehát dönthetsz így, hogy megvárod vagy nem várod meg, ha nem, akkor ide följössz, és szoktam néha arra nézni, mert ha arra nézek, akkor megláthatom azt, aki esetleg oda föl szokott menni kempelni, és ezért is fordulok arra. És itt van igazából nálam az az első pont, ahol fogom és beállok kempelni, hogy megnézem, hogy itt ki falad el, mert itt látom teljes terjedelmében még azt az ajtót is ott, és egész nagy területet látok be arról a helyről ott. Nos, és akkor tovább. Itt mindig benézek, itt nagyon megtanultam, hogy itt sokszor megszivattak engem, úgyhogy én megtanultam ide benézni, és akkor tovább, innen kiszedem, akit ki lehet szedni, tovább, kiszedem, akit ki lehet szedni, tovább, dönthetsz, hogy erre mész, de én szeretek erre menni, mégpedig nem akárhogy, így, tehát így fölnézek, és ha van valaki, fölnézek, és ha jön valaki, nem fölmászok, fölnézek, mászál le, tehát fölnézek, le, és ugrás. Tehát föl, szeretem ezt csinálni, mert nem tudom, jobban érzem magam, ha innen jövök, mint ha amonnan mennék, tehát fölnéz, de ha jön valaki le, és gyakorlatilag, tehát itt ez a kockázat, tehát föl, le, ugrás. Tehát gyakorlatilag ezt szoktam csinálni, mert akkor az illető, az ide akar jönni, le akar lőni. Tehát mindig le akarnak lőni. Föl, le, ugrás. És, de ha úgy döntesz, hogy erre jössz, itt elég egyszerű a dolgok története. Itt nem is nagyon szoktam benézni, megállni semmi, mert ha véletlenül megfordult, ezt pont kiszednek. Szóval futás, és itt ez az első rés, ahol benézek, kiszedem azokat, akik ott vannak, ha esetleg vannak, és akkor föl a házba, az első benézek, és látjátok, tehát ez a fal mögé nézek, én nem is nagyon sétálok tovább, csak így benézek, oké? Azért, hogy ne adjak alkalmat annak, hogy ott kiszedjenek, ezért maradok a fal mögött, és ha nincs senki, tovább megyek ide, és ezt is megnézem, mert gyakran szoktak lenni emberek. Meg szoktam ezt is nézni, hogyha úgy adódik, és akkor visszajövök ide. És ez a rész itt iszonyat kockázatos, mert ha idejössz, halott vagy, ha háttérben maradsz, és itt ez a palánk mögött, akkor ki tud őket szedni. Ez a rész itt, ha csipás vagy, csak akkor jöhetsz ide, tehát gyakorlatilag vagy ide, tehát tök mindegy, hogy azt a rést ott látják csak csipásként, amúgy ne. És akkor ki tudod itt szedni, át szoktam futni, és megnézem azt, hogy kispawnol ide, erre a területre. Ha nincsen senki, jump out, és már szaladok is át, és az első gránátomat fogom, és ha azt akarom, hogy azon a kis úton landoljon, ami itt van, hogyha azt akarom, hogy itt landoljon, ezen a területen, akkor a gránátot kicsit megsütöd, és nekidobod annak a falnak, azért, mert vagy valaki így csinálja, földobja magasabbra, és akkor odaesik le az útra. Én kedvelem a eldobós rész, hogy nekidobom annak, és akkor a gránát valahova, gyakorlatilag onnan valahova ide esik, itt szoktak lenni. Ha magasan dobod fel, akkor erről a területről, tehát ezen a területen onnan odáig bárhova eshet című történet, de ahhoz magasan kell földobni. Van egy másik módszer, amit szeretek csinálni, gránátdobás esetén. Fogom, és itt, kicsit abba az irányba nézve, a két izé között, ott eldobom a gránátot, magasan, tehát kb. Egy olyan szögben, mint az ott. Az a gránátnak a repülési íve, az ezen a házon pattan meg,
És függ, hogy milyen, tehát hogyha attól függ, hogy hogy céloztad be ezt a bizonyos ívet, ezt a magasságot, az a gránát az ide pattol le ezen a területen. És hát 100%-osan kiszedve azt, aki, ha esetleg itt van valaki. Ez az egyik legtipikusabb gránát hely a Crossfire-on, úgy gondolom. És aki itt sétál erre, arra, itt jön az a halálfia című történet. Ha magasan dobod, akkor ugye itt landol a gránát, vagy hogyha hogy megpattintod, attól függ, hogy hol, akkor ide landol az a gránát, és felrobbantja azt, aki esetleg ott áll. Ez lett volna Crash, nem is, bocsánat, ez lett volna Crossfire, nem is nagy bonyodalom. Ami kell ehhez a pályához, igen gyors és éles reflexek. Azt hiszem, azért, mert itt vannak clusterfuck területek. Van, aki szeret sotival jönni itt, aki régi kód 4-es, és a régi kód 4-en játszik még, annak a shotgun, az ajánlom szeretettel. A régi kód 4-ben szerverek, annak több ember mozgolódik, többet el lehet érni egy shotgunnal. És aki ugye most egy kód 4-en játszik, akkor válaszol egy erős fegyvert, és mondjuk egy AK-t, tegyük fel egy MP5-öt, mert közelre jó, és akkor itt gyakorlatilag szinte nózumban jövök végig például ezen a részen. Itt futok egy kicsit, ide behúzódok, hogy ez a seggfej onnan ne lőjön le, onnan a túloldalról, és akkor így jövök és kilőm, akit ki kell, ha kisikerül, ha nem. Ha úgy van, akkor futok tovább, és az első pont, ahol megállok, az ez, és őt ott előszeretettel kiszedem. Nehéz lesz őt kiszedni. Úgyhogy azért kell kiszedni, mert hogyha itt úgy döntesz, hogy átfutsz, már addigra rég bemért, az egész csapat, aki ott van, rég bemért. Szóval ki kell szedni a rákba, és ha van alkalmat átjönni ide, ki kell szedni, akit ki lehet szedni, és ha el tudsz jutni ide, akkor itt egy kicsit így futsz, és akkor itt kinézel mindenképp, és leszeded azt, aki itt van. De addig, ha szerencséd van, nem is kell elgyere eddig, mert addigra már meg lesz a kívánt airstrike. És tehát, ha minden jól megy, egy kod 4 birka a módszer szerint, amire ide érsz, van egy airstrike-od, amit behívsz, és lebombázod azt a területet. De majd szerintem beszélgetünk airstrike behívó módszerekről is különböző pályákon, hogy merre érdemes és hogy érdemes behívni ezeket az airstrike-okat. Nos, srácok, ennyi lett volna. Crossfire, le van tudva. Köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!